GMGM, üdvözlök mindenkit a Csekitalt mai videójában, és ebben a videóban beszélni fogunk az ő Kid Cold Beast NFT projektről, hogy mennyire katasztrofális volt a mint, mik a felmerülő problémák, mi történt és hogyan tovább, erről fogunk beszélni. Ha téged is érdekel, mindenféleképpen tartsál most velem. Kid Cold Beast, tehát ez a projekt, amiről beszélek. Biztos, hogy emlékeztek többen, hiszen itt a buborékban most megjelenik egy videó, amit ugye kitettem még egy 5-6 hónappal ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy aki ö, részt vesz ezen a sorsoláson, az kap egy fix beast listet. A beast list az ugye maga a white list ehhez a projekthez. Majd sokáig húzták ugye ennek a projektnek az indulását, de a lehető legjobb. Akkor indult ez a projekt, tehát ez tegnap indult, január 15-én, amikor olyan helyzet van, hogy talán a művészi nft is kicsit a háttérbe szorultak, hiszen most megint jött egy hype az ilyen cuki profilképes nft irányába, és hogyha ezt most megnézzük opensea és mindjárt elmondom, hogy mi történt, hiszen látjátok, hogy a kollekció 10.000 darabos, arra tervezték, és 6.325 darab van a videó felvételekor, ez ugye tegnap hajnali 1-től kezdve ez a helyzet áll fönn, 22 óra 00-kor volt a mint, elkezdődött, és rengeteg probléma volt. De annak ellenére látjátok, hogy 0,35 a flor, tehát az emberek szedik fölpele. Milyen problémák merültek föl? Kezdjük azzal a személyes tapasztalatommal, hogy amikor ezt Discordon elkezdték osztani, hogy mindenki szerezhet magának egy whitelistet, tehát egy beast listet, csak csetelni kell. Az történt, hogy közel 30 ezer listet osztottak ki az embereknek végül, mindenféle hülyeségért csetelj, írt be, hogy G. Twitteren megkerestek embereket, és szórták ki nekik a Beast listet. gyere fel a Discordra, kapsz beast listet. Ez így történt, így utólag visszanézve. A lényeg az, hogy féltek attól, hogy a tízezeres kollekció nem fog elkelni, és ugye többen ajánlották nekik, hogy vegyék vissza a tízezeret jóval kevesebb darabszámra, ők ezt nem tették meg, inkább egy hatalmas hype-ot generáltak, ami az ő szempontjukból szerintem egy nagyon jó döntés volt, hiszen láthatjátok, hogy mi történt, annak ellenére, hogy problémák vannak, az emberek veszik, mint a cukrot, az activity főre ide rámegyünk, akkor itt láthatjátok, hogy azért kapkodják minden percben kifelé ezeket a kis NFT-ket. De menjünk egy kicsit vissza az időbe, és a 22 órás mind kezdete előtt, Kitették Discordra, hogy a VIP-knak, az például én is ide tartozok, van egy külön support, egy VIP info, egy VIP chat, majd a beast ugye itt van a beast chat. A VIP info mindenféleképpen kitették, hogy akiknek VIP rangja van, ők tudnak klémelni egy ingyenes beastet. Az nagyon fontos, hogy ezt már három héttel ezelőtt Ravsby kitette folyamatosan a VIP csetre, hogy hitelesíteni kell a tárcádat, el kell küldeni egy másik tárcacímet, amivel tudsz majd klémelni, és küldte, és küldte, és küldte. Személyes tapasztalat az az, hogy ha nem figyelsz valamire, amivel benne vagy, akkor elkövethetsz különböző hibákat, mint tettem én is, hogy nem hitelesítettem a tárcámat. Ezzel kapcsolatban nem jelentkeztem erre az ingyenes dropra, és nem tudtam kivenni az ingyenes NFT-met még délelőtt folyamán. Köszönöm, köszönöm. És ezáltal ugye az történt, hogy amikor elindult a projekt, a leges legelején, már ilyen 0,5-0,6-os áron tették ki, és gondoltad volna, hogy ja, hát persze 160 VIP kiklémelte magának az NFT-t, ezek nem fognak elkelni. Na, dehogy nem. Elkeltek, mint az állat, és fontosan mentek ki az offerek, és eleinte azt hittem, hogy a szervezők egymás között így pörgetik, hogy menjen fel a volumen, de nem, hiszen uh, kollekció offerek voltak kin. 0,4, 0,5, és ezek el is mentek, itt mutattam közben a csoportba is, és ezáltal nem is tudom, hogy kik vásárolták már így az egész hype előtt, de vásárolták, majd elindult maga a mintelés, ami katasztrofális volt, hiszen mindenkinek azt írta ki, hogy nem vagy rajta a beastlisten, jobbra-balra ez az amaz történt, és lényegében végül az történt, hogy mindenféle ember tudott mintelni, aki egyszerűen csak kapott egy bíztlisztet, valaki, aki régóta fenn volt, nem tudott, valaki frissítgette, lecsatlakoztatta a tárcát, oda-vissza, jobbra-balra ment a húzavona, és végül nagyjából tudott ilyen 5000 ember mintelni, és még mindig 4000, majdnem 4000 nyitva van. És ugye zárult a mint, hogyha most fölmegyünk a mint oldalra, akkor az oldal nem működik, ugye ez történik itt jelenleg, a hivatalos oldalon pedig Beastly's Mint, ugye rákattintunk, akkor ugye bedob minket ide, hogy jelenleg technikai problémák vannak, és ezt próbálják megoldani. Rapsby azt mondta, hogy mai nap folyamán fog egy Twitter Space tartani, hogy hogyan tovább, miként tudunk majd mintelni, mikor fog újra a mint nyitva lenni, és hogyan tovább azoknak, akiknek van bízlisztje, hiszen próbálják most személyesen átnézni az összes ilyen bízlisztet, és próbálják azoknak a valós tagoknak megadni a mintelési jogát, akik ténylegesen megérdemlik, ugye ezt írták itt a VIP chatben, reggel, amikor fölkeltem, vagyis hát most, nekem most van reggel, akkor ugye ezeket az információkat olvastam, itt meg is írtam nektek a Discord, itt a csekét mondtam, hogy jelenleg ezek az információk is dolgoznak rajta. Tegnap ugye jött a mentegetőzés Twitteren, amikor jött a leállás, hogy ez egy valódi hype volt, és hogy 18 millió sniper ö, bot ökant próbálta a mintet tolni, és hogy lenyomni az árat, és hogy dolgoznak majd a megoldáson, blablabla, bla, bla. kitették, hogy ennek elnére ugye még mindig első helyen van a topba a trendingek között, ugye ez az NFT, Norbi válaszolt is nekik, ugye kedvesen, és hogyha megnézzük, akkor valójában jelenleg, hogyha fölmegyünk az OpenSea-re, akkor a trending első helyén van, és ami ordatlanul brutális, ennek ellenére, hogy közel 1000 Ethereum volumen volt az elmúlt fél napban ezzel kapcsolatban. Szóval tényleg nagyon szeretik az emberek ezt a projektet. Lehet, nem érdemes még temetni, hogyha sikerül mintelni a maradékból. Nyilván, az annak is köszönhető, amit mondtam, hogyha egy hónappal előbb indult volna a projekt, akkor még a felét sem mintelték volna ki az emberek szerintem. Most viszont egy olyan hype közepén ülünk, ahol a profilképes NFT-k újra feltörnek, és jobban előtérbe kerülnek az ilyen cuki kis profilképek, mint például ez is grafikailag nagyon jól megvan csinálva szerintem. Amit még még Twitteren megosztottak, pontosabban CRED, kriptokredo projektnek az egyik tagja hogy a szél nem szünetel, a mint még nem fejeződött be, és hogy éppen beszélnek az infurával, hogy az összes whitelist spoton egyesével step by step mennek személyesen át, megnézik, hogy senki nem maradjon ki, és hogyha még fennáll a probléma, akkor ide dobjátok be a Discord id és a valet címeteket, és itt látjátok, hogy az emberek elkezdték itt bedobálni. Szóval nem tudom, hogy ez mennyire lehet hasznos, hogyha megnézitek, rengeteg komment érkezett, kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják orvosolni. Mindenképpen azt javaslom, hogy várjunk, egyelőre más nem tudunk tenni, megnézzük, hogy Rapsby mit mond majd a Twitter Space-en, és hogyha van valami információ, akkor ezt is meg fogom veletek osztani a Twitteremen, vagy a Discordon, a Check It Out Discordon, úgyhogy mindenféleképpen kövessetek, hogyha még nem követtek Twitteren. Itt ez a poszt, amiről beszéltem, megosztottam veletek, látjátok, hogy közel 4000 komment érkezett erre, ami elég durva szerintem. Discordon legyetek fönn, hogyha még nem vagytok a checkitout a Discord linke a leírásba, teljesen ingyenesen tudtok csatlakozni. Hogyha egy kicsit bővebben érdekeltiteket az NFT, akkor pedig ajánlom a Zonomu NFT klubot, aminek a linkje szintén a leírásban megtalálható. Remélem tetszett ez a kis eszmecsere erről az új projektről, ami most indult, amíg nem is annyira új, hiszen már szeptember óta várjuk, és remélem a fejlemények pozitívak lesznek, találkozunk hamarosan, addig is. Ciao. A hullámvasút, sikít, a BTC esik, az altoknak fasír Már minden lompozi besír, csak a DCA bro, ami hasít Közes is tele a terem, a bányagépeken meg az eter terem A gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptóvá égetem Nem akkor a gyökér voltam, simán eladhattam volna az ingyenesemet ilyen egy eter között <coughs>